Amit hangsúlyozni szeretnénk az elejétől kezdve, mi nem segélyt szeretnénk biztosítani, hanem lehetőséget esetleg arra, hogy ezt az időszakot átvészeljék, és tudják folytatni az életüket itt a helyi közösségben. Tehát a szálláshelyen is, hogy próbálják megszervezni saját életüket, kezdjenek munkába, iskolába járni, és gondoskodni saját magukról. Komárom városa az ukrán-orosz háború kitörése óta aktív szerepet vállal a segélynyújtásban. A háború első napjaiban számos segélyszállítmány érkezett a határvonalra Komáromból. Most azonban a legfőbb cél az, hogy itt helyben készítsék elő a méltó körülményeket a menekültek letelepedéséhez. Egy háborús helyzetből menekülnek, de azt gondolom, hogy emberileg úgy kell hozzáállnunk ehhez, hogy megkapják azt a lehetőséget, hogy boldogulni tudjanak, és remélhetőleg átvészelni ezt a szörnyű időszakot. Ahogy ismerjük a helyzetet, előfordult az is, hogy többen közülük itt maradnak. Van tapasztalatunk a helyi ukrán közösséggel, hiszen a kórházban is több orvos dolgozik, de Szlovákiában is tavaly több mint 20 000 ukrán munkavállaló volt, tehát segítő kezet próbálunk nyújtani, hiszen erre egy olyan helyzet van, amiről ezek az átlagos emberek, ezek az átlagos családok, anyák, gyerekek nem tehetnek. Próbáljuk koordinálni azt a helyzetet, hogy ha ideérkezők méltó szállást kapjanak, nem olyan jellegűt, mint tornatermekben, ahol nem tudnak méltó módon élni. Ugyanakkor azt is figyelembe kell vennünk, hogy ez a város számára egy bizonyos plusz terhelést is jelent, tehát olyan számban, hogy ezt el tudjuk látni. Ezért kommunikálunk nem csak országos szinten, hanem a környező falvakkal is. A városi hivatalban naponta érkeznek menekültek, előfordul, hogy már kontaktszeméllyel jönnek, de sokan önállóan keresnek fel bennünket. Egyelőre napi átlagban 10-16 ember érkezik. Március 16-áig 200 ukrán menekült regisztrált a városházán. Ennél azonban többen élhetnek a városunkban. Olyanok, akik még valamilyen oknál fogva nem regisztráltak a rendszerben. Itt nálunk tanácsadásban részesülnek, az az első, hogy rendelkezzenek menekült státusszal, információkat közvetítünk a számukra a szociális juttatásokkal kapcsolatban, ami nagyon fontos nekik, és az is fontos, hogy a gyermekeik iskolába legyenek iratva. Olyanok is érkeznek, akiknek már van fedél a fejük felett. Akiknek nincs, a város lakosai tudtak eddig megoldást kínálni. De úgy fest, az összes ilyen lehetőség megtelt. Szabad szobáit felajánlotta a Komáromi Kajakkenu Klub, és a KFC klubbal is sikerült megegyezni, amely hosszú távú bérlője a Panoráma szállodának. Az ideiglenesen zárt épületet újra megnyitották, így a 100 fő elszállásolására alkalmas épületben 2-3 ágyas szobákban várják a menekült családokat. Tőlünk kapnak egy SOS csomagot, ebben alapvető élelmiszerek vannak, de alapvető tisztálkodási szereket is találnak a csomagban. Ezek a cikkek felajánlás útján jutottak el hozzánk is. Lényegében úgy megpróbáljuk megszervezni az életüket, hogy magukról gondoskodjanak. Tehát nem megkapnak mindent, hanem maguknak főznek, magukra takarítanak, és esetleg megszervezve az életüket, hiszen sokkal több gyerekes anya a gyerekfelügyeletet vagy iskolába mennek, és tudjanak munkába menni. Ezt a lehetőséget akarjuk kialakítani, hogy be tudjanak csatlakozni. Azt kell mondanom, hogy elég sok munkalehetőség is van, tehát vannak aggodalmak, hogy esetleg mivel fognak foglalkozni, sorozatban jelentkeznek cégek, és a járási hivatalban is jelenleg van 800 szabad munkahely, tehát tudunk, és el kell mondanom, hogy van már arra is példa, hogy valaki megérkezett délelőtt és másnap munkába állt. Tehát nem olyan emberekről van szó, többségében nem olyan emberekről van szó, habár azt is figyelembe kell venni, hogy ugyanolyan színes az ottani ukrán közösség is, mint a mi közösségünk, tehát van ilyen és olyan ember is közte, de jelen esetben a nagy többség, aki Komáromba érkezett, becsületes, dolgozni vágyó, közösségbe bekapcsolódni vágyó emberről van szó.